Nem maradhat el a felelősségre vonás, így reagált dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő a ketchup botrányra. Dr. Salasz László országgyűlési képviselő hozzátette, sem függetlennek, sem objektívnek nem tekinthető ez a baloldali médium. Gazda fórumra is egy burgonyatároló hűtőház átadására várták ma délután a Helvétia környéki termelőket. Hamarosan folytatódik a Széktói stadion felújítása, erről nyilatkozott a Kecskeméti Televíziónak dr. Fidus Andor, a KTE ügyvezetője. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. 5 órakor vette kezdetét a Neumann kiválósági díjátadó gála. Az ünnepség előtt a helyszínről kollégánk Molnár H. Boglárka jelentkezett. Imáron második alkalommal adják át a Neumann kiválósági díjakat. Az intézmény a kimagasló teljesítményű munkavállalóit, hallgatóit és támogató partnereit ismeri el ezen az ünnepségen. Első vendégem dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora. Jó napot kívánok! Hogyha jól értem, akkor ez a délután, ez önökről szól. Így van, ez az este, ez a délután az egyetemről, az egyetemi közösségről, az elért sikereinkről, eredményeinkről szól. Szeretnénk a kiválóságainkat köszönteni a mai estén. És hát ünnepségre, az ünneplésre van ok bőven, hiszen most már hivatalos eredmények vannak, hogy mennyire is kiválóan, mennyire jól teljesít az egyetem. Így van, azt gondolom, önmagáért beszélnek a számok, amelyek a felvételi adatok alapján rendelkezésünkre állnak. Több mint 64%-kal növekedett a jelentkezők száma, az érdeklődők száma a Neumann János Egyetem iránt. Mindez azt jelenti, hogy egyre vonzóbb ez az intézmény, egyre vonzóbb a hallgatók a középiskolások körében, és azon dolgozunk, hogy ez a továbbiakban is így legyen. Még egy gyors kérdés rektor úrhoz, a mai ünnepség, ez hogyan fog lezajlani? Elsősorban egy gáláról van szó, tehát köszöntjük, átadjuk a díjakat az ünnepelteknek, és utána egy kis műsorral, fogadással, illetve kötetlen beszélgetéssel várjuk a vendégeinket. Dr. Fülöp Tamásnak köszönöm szépen. Második vendégem pedig dr. Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Üdvözlöm. Mit is tanulhatunk Neumanntól? Nagyon érdekes, egyébként pont ma volt egy fantasztikus könyvbemutató, Neumann János, az ember a jövőből címmel. Ananya Bhattacharya, indiai fizikus tartotta ezt a bemutatót, és büszkék vagyunk erre, hogy a könyv megjelenésében maga a Neumann János Egyetemért Alapítvány is nagyon kiemelt partnerként szerepelt, és mi hívhattuk meg a szerzőt, és magának a könyvnek a magyar nyelvű bemutatója itt volt az egyetemen. Mi az, amit Neumanntól, a 20. század legkomolyabb tudósától tanulhatunk? Egyrészt, hogy lépjünk át a tudomány határain, legyünk mindig sokrétűek. Amikor Ananya Bhattacharya megírta ezt a könyvet, azt mondta, hogy Neumann olyan okos volt, mint Einstein, de amíg Einstein mindenki ismeri, Neumannt kevesebben. Az egyik oka az volt, hogy amíg ne Einstein egy dologra fókuszált, addig Neumann bárhova lépett, bármit alkotott, mindig egy világhírű alkotás jött létre az ő gondolataiból, az ő részéből. Tehát egyrészt legyünk sokoldalúak. A másik, ugye, amit megtanulhatunk Neumannon, hogy mindig magyarul gondolkodjunk, mert magyarul gondolkodni dicsőség. A harmadik dolog, hogy a nemzetközi térben is meg tudjuk állni a helyünket, ami egy fantasztikus dolog. És a negyedik, hogy csak a jövőre érdemes fókuszálni, azaz, hogyha a jövőt meg akarjuk érteni, akkor új technológiákra, fenntartatóságra van szükségünk. Ezek fényében hogyan jön össze Neumann és a kiválóság? A 21. század legfontosabb kihívása a tehetségeknek a megtalálása. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy itt a Neumann János Egyetemen is rendkívül sok tehetséges, kiváló diák, oktató és partner együtt tudjuk építeni az egész jövő egyetemét, amely nem csak a hazai térben, nem csak a Kárpát-medencében, de az egész világban ezt látjuk, hogy egyre érdekesebb, egyre színesebb, egyre vonzóbbá válik, és a mi kihívásunk az, hogy a diákokat fölkészítve valóban a jövő technológiájé felé fordítsuk. Ahogy rektor úr is említette, a számok is ezt mutatják, amire tényleg elmondhatatlan büszkék vagyunk. Dr. Csizmadia Norbertnek köszönöm szépen. Az pedig, hogy kik is lettek idén a Neumann kiválóságai, azt a híres.hu oldalon olvashatják. Nem maradhat el a felelősségre vonás. Így reagált dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő azon hírre, miszerint a ketchupot baloldali alapítványok egész sora, köztük a Soros Györgyhöz kötődő Nyílt Társadalom Alapítvány is finanszíroz a háttérből. Dr. Salac László országgyűlési képviselő pedig azt mondta, sem függetlennek, sem objektívnek nem tekinthető ez a baloldali médium.
A ketchup.hu kecskeméti baloldali portál függetlennek hazudja magát, miközben az ellenzék pártokhoz közvetlenül kötődő alapítványok finanszírozzák, ám szokás szerint a legtöbb pénzt Soros György biztosítja az oldal működéséhez, írta tegnap a Magyar Nemzet. Dr. Salasz László országgyűlési képviselő az ügyben úgy nyilatkozott, hogy amikor megalakult ez a médium, akkor azt híresztelte magáról, hogy objektív és független, azonban azóta tudjuk, hogy egyik sem valós. Megalapíthatnánk azt is, hogy mi változott ezzel az elmúlt évekhez képest, azonban az biztos, hogy ha valakit külföldről finanszíroznak, akkor a külföldi megrendelő mondja meg azt, hogy milyen irányvonala legyen a portálnak, és ez észre is vehető a ketchup irányvonalán, ez a változás is észrevehető, és így ilyen módon sem függetlennek, sem objektívnek nem tekinthető ez a baloldali média. A Magyar Nemzet azt írja, az oldal létrejöttéhez még egy romantikus mesét is kitaláltak a ketchup.hu szerkesztői, amely szerint 2019. márciusában Gunigyi Gábor felmondta a szerkesztői állását a kecskeméti televízióban, és esküvői, valamint céges fotósként dolgozott. Őt találta meg a feladat, hogy útjára indítson egy független és kritikus portált, fogalmaztak a ketchup.hu-n. Azonban a kecskeméti ellenzéki online médiát a baloldal finanszírozza a háttérből. Fölveti annak a kérdését is, hogy a pártfinanszírozás, illetve a külföldi kampánypénzek hogyan jelentek meg a magyar választási rendszerbe. Ugyanis, hogyha a Soros György dollárjai ezen keresztül, a pártokon keresztül kerültek a ketchuphoz, akkor az büntetőjogi kérdéseket is felvet. Nyilván a nyomozóhatóságnak lesz a feladata, hogy ezeket kiderítse, és hogyha megállnak ezek a vádak, akkor nem maradhat el a felelőssége vonás sem. Az áramlat alapítványt, a ketchup.hu kiadóját a Soros György nevével fémjelzett nyílt társadalom alapítvány svájci szervezete 8,4 millió forinttal támogatta 2021-ben. A függetlennek hazudott ketchup.hu tehát maga a megvalósult ellenzéki összefogás, írja a Magyar Nemzet. Az LMP, a DK és a Jobbik némi pénzt rakott bele, az MSZP-sek működtetik és Soros György tolta bele a legtöbb forrást. Egy új burgonyatároló hűtőház átadására és gazdafórumra is várták ma délután a Helvécia környéki termelőket. A pályázati támogatással elkészült beruházásnak köszönhetően a Göbölyös család a megtermelt burgonya szinte egészét tárolni tudja. A család, barátok, gazdatársak és meghívott vendégek gyülekeztek ma délután a Göbölyös család birtokán Helvécián, ugyanis az ifjú gazdák Bács-Kiskun megyei gazdaköre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei szervezete és a helvéciai szőlősgazdák és gazdák köre gazdaságbejárásra és projektátadásra várta a termelőket. A Göbölyös család a rendezvényen ünnepélyesen megnyitotta új 248 négyzetméteres 1500 légköbméter kapacitású hűtőházát, amivel elérték az 500 tonna tároló kapacitást, vagyis gyakorlatilag az összes megtermelt burgonyát képesek megfelelő módon tárolni. Azért fontos, mert nincs azonnal értékesítési kényszer tudnak tárolni, amelyet a rövidellátási lánc kialakulásának is egy fontos állomása, mert így gyakorlatilag ezáltal nincs értékesítési kényszer, viszont egész évben folyamatos minőségben folyamatosan tudják szállítani a vevőik számára a terméket. Nyilván ők közvetlenül házhoz szállítanak, közvetlen értékesítés van. Az eseményen Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke úgy fogalmazott, egy olyan családot láthatnak a gazdatársak, ahol nem arról beszélnek, mit kellene tenni, hanem megcselekedték és korszerűsítettek. Göbölyös Károly elmondta, a családi gazdaságot jelenleg is édesapja vezeti, de testvérei és párjaik a termelés aktív tagjai. Az átadót egy gazdafórum követte. Szerettük meg egy kicsit így összehozni, hogy együtt itt az ifjú gazdáknak egyébként az átadó ünnepség után van egy fóruma az agrárpolitika aktualitásairól, igazándiból a jövőről, hogy hogyan is tudnak megfelelni azoknak a feltételeknek, mert az új támogatási rendszerben van, anélkül, hogy problémát okozzon, mely egy kicsit példakép is egyébként, én azt gondolom, hogy minden fiatal gazda számára is ez az egész gazdaság. A Göbölyös család 2020 novemberében pályázott a hűtőház építésére, 31,6 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyertek el 50%-os intenzitás mellett. A kivitelezési munkák 2021 második felében kezdődtek, és tavaly évvégén fejeződtek be. Hamarosan folytatódik a Széktói stadion felújítása. Erről beszélt a Sportmagazinban dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője. Tavasszal születhet központi döntés a Széktói stadion újabb támogatásáról, amelynek következtében nyáron elindulhat a teljes pályaszerkezet felújítása. Erről beszélt többek között dr. Filus Andor, a KTE ügyvezető a hétfői Sportmagazinunkban.
Az első hazai mérkőzésre sikerült megnyitniuk a városi oldalt is a nézőtérnek. Ezt egy közös forrásigényléssel, a labdarúgó szövetség segítségével sikerült felújítani a téli szünetben, de ezzel nem ért véget a felújítás. Az elsődleges célunk, hogy a pályát fel tudjuk újítani, mert az lenne az elsődleges, hogy maga a pályatest megfelelő minőségű legyen. Ugye kötelezően előírt az első osztályba a pályafűtéssel ellátott pályatest, megfelelő vízelvezetéssel, megfelelő gyepszőnyegezéssel, úgyhogy ebbe bízunk, hogy ezt a nyári szünetben meg tudjuk tenni. Bíznak benne, hogy tavasszal az anyagi forrásokról döntés születik, és folytatni tudják a felújítást. Dr. Filu Sándor elmondta, a következő NB1-es szezonra a Széktói stadionnal fognak pályázni, és annak feltételei még a pálya rendbetétele. A többi előírást majd a pálya rendbetétele után tudják folytatni. A szezon végéig kaptak türelmi időt, minden csapat ugyanis egy évre kapja meg ezeket a licenszszerződéseket. Bíznak benne, hogy a következő szezonban is kapnak bizonyos feltételek alól engedményt. Egy új pályaépítése egy körülbelül 8-7-es időszakot ölel magában. Ahhoz, hogy az első fordulat már itthon tudják játszani, ahhoz elengedhetetlen, hogy május végén az utolsó hazai mérkőzés után el tudják kezdeni a munkálatokat. A Kecskeméti TIA egyébként vasárnap a Széktói stadionban fogadja a Vasas FC-t, mely a 11. mérkőzése lesz a csapatnak. A teljes beszélgetés visszanézhető a Kecskeméti Televízió honlapján és a videó megosztó csatornáján. Köszönöm szépen. 20 év után fogták el egy gyilkossági kísérlet gyanúsítottját. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán 2001. áprilisában emberölés kísérlete miatt indult nyomozás. Az ügy sértetje egy akkor 27 éves nő volt, akit a Halasi úti társasházaknál támadott meg egy ismeretlen. A nyomozók az elkövetés feltételezett eszközét, egy kést ugyan a közelben megtalálták, de nem akadtak nyomára az elkövetőnek. A fordulatot egy másik eset hozta meg. 2016. szeptember 8-án reggel egy nyilvános telefonfülkéből bejelentést tett valaki, hogy az egyik közintézményt csőbombával fogja felrobbantani. A technika fejlődésének köszönhetően viszont megállapították, hogy a nyomok egyeztek a két esetben, és hogy egy és ugyanaz az ember követte el a bűncselekményeket. A nyomozók végül 2022. január 18-án elfogták és őrizetbe vették a megalapozottan gyanúsítható férfit. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ügyében a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai befejezték a nyomozást. Megtörténhet a vádemelés, így az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek. Megnyílt a Magyar Nő két évszázad női portréi című kiállítás tegnap délután a Cifra Palotában. A Mádai Norbert magángyűjteményéből összeállított tárlat a 18. század elejétől a reformkor és a szabadságharc időszakán keresztül egészen a dualizmus koráig tartalmaz többek között hölgy, nemesasszony, parasztasszony képmásokat. Ezen kívül a 20. század elejéről és a két világháború közötti időszakból is kerülnek bemutatásra kiemelkedő darabok. A magyar nők előtt tiszteleg Mádai Norbert kiállítása. A gyűjtő, a Magyar Nő két évszázad női portréi című tárlata tegnap délután nyitotta meg kapuit a Cifra Palotában. Mádai Norbert arról beszélt a Kecskeméti Televíziónak, hogy a militáriából való kitekintés vezetett a portrék összegyűjtéséhez, hiszen akár a 17. századi tököli szabadságharc vezér alakja Zirényi Ilona, akár a 19. századi 48-as nők, Lepsztük Mária, Nyári Mari, Teleki Blanka, akár a 20. században az 1956-os Wittner Marik mutatták meg azt, hogy a nők is formálták a Kárpát-medencének az arculatát, ők nevelték a legnagyobb magyarokat és hadvezéreket. A kiállítást dr. Simicskó István országgyűlési képviselő nyitotta meg, a kecskeméti hölgyeket pedig dr. Salasz László országgyűlési képviselő köszöntötte. A Mennyitó házigazdája Szemerei Népataki Klaudia polgármester volt. A Mennyitón beszédet mondott dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója, Batthyány Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület és a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, valamint Albertné Görgei Zsuzsanna, a Magyarok Európában Egyesület elnöke. A rendezvényen közreműködött a Novum Kamara Zenekar és Danyi Judit, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk.
Megnyílt Öveges László Látszat és Valóság című kiállítása Kiskunfélegyházán a Hattyúházban tegnap délután. A Pro Architektúra díjas építész, fotóművész az általa készített képeken az építészeti absztrakt fotóit és a Balatont jeleníti meg. Öveges László azt szeretné bemutatni, hogy a fotográfia a látható világot hogyan rendezi új rendszerbe, feszíti a kétdimenziós kép síkjába. A tárlatot Kiscakó Imre, a Vézelhugó fotókör vezetője nyitotta meg. A kiállítás április 14-éig tekinthető meg. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmából a Kecskeméti Neumann János Egyetem és a fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány januárban indította el Neumann 2023 programsorozatát. Ehhez csatlakozva ma könyvbemutatót tartott az egyetem kampuszán. A Neumann János az Ember a jövőből című könyv a magyar zseni pályáján kalauzolja végig az olvasót. Neumann János élete készregény, eredményei mind a mai napig korszerűek, évről évre egyre hátborzongatóbban. Anányó Bacsatária, Neumann János az Ember a jövőből című könyve a magyar zseni pályáján kalauzolja végig az olvasót, alaposan elmélyedve Neumann egyes kutatási területeinek részleteiben. A könyvet az indiai származású szerző mutatta be ma az egyetem kampuszán. Azok számára is érdekes olvasmány lehet, akik egyszerűen egy kivételes elme életútját, karakterét, dilemmáit és gondolkodását szeretnék megismerni. A könyvbemutatón Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány elnöke elmondta, az egyetem épületei között épülő összekötőhíd is, és a most magyar nyelven megjelent könyv is a múltat a jövővel köti össze. Ismertette, a könyvet eredeti nyelvén 2022-ben mutatták be az Oxfordi Egyetemen, és nagy öröm, hogy ma a szerzőit Kecskeméten a Neumann nevét viselő egyetemen ismerteti alkotását. A könyv magyar nyelvű kiadását az Open Books kiadó vállalta. Halmos Ádám alapító a bemutatón elmondta, a kiadó megpróbál kiállni Neumann ügye mellett, szeretnének részesévé válni a Neumann kultusz megteremtésének. A könyvbemutató szervesen kapcsolódik a Neumann János születésének 120 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Neumann 2023 programsorozathoz. A Kecskeméti Egyetem névadója előtt tisztelegve 36 nagyszabású programot szervez. Tudományos konferenciák, tanulmányi versenyek mellett kulturális programokkal, kiállításokkal hívják fel a figyelmet Neumann János szellemi és tudományos munkájára. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Nem maradhat el a felelősségre vonás. Így reagált dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő azon hírre, miszerint a kecsapott baloldali alapítványok egész sora, köztük a Soros Györgyhöz kötődő Nyílt Társadalom Alapítvány is finanszíroz a háttérből. Dr. Salasz László országgyűlési képviselő pedig azt mondta, sem függetlennek, sem objektívnek nem tekinthető ez a baloldali médium. Gazda Fórumra és egy új burgonyatároló hűtőház átadására várták ma délután a Helvécia környéki termelőket. Hamarosan folytatódik a Széktói stadion felújítása, erről nyilatkozott a Kecskeméti Televíziónak dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője. Megnyílt a Mádai Norbert magángyűjteményéből összeállított a Magyar Nő 2 évszázad női portréi című kiállítás tegnap délután a Cifra palotában. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan Kiemelő című közéleti magazinunkkal folytatjuk, amelyben mai vendégünkkel, Kiszei Ágnes igazgatóval a Ciroka Báb Színház tavaszi akcióiról és előadásairól beszélgetünk majd. Ezt követően két izgalmas kiállítást is bemutatunk, amelyek közül az egyik az élettelent teszi élővé számunkra, a másik pedig tisztelgés az élők és főként a hölgyek előtt. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik.
Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát 19 órakor várom önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken a változóan felhős napos időben napközben ismét több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ennyi marad az idő, a csúcshőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakulhat. Szombaton egy markáns hidegfront érkezik erős viharos északnyugati széllel, gyenge eső zápor kialakulhat, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, napközben csak 4-10 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, számottevő csapadék sehol sem várható, helyenként még élénk lesz a szél, de a legtöbb helyen csillapodik. Hajnalban szinte mindenhol fagyhat, majd délutánra 5 és 10 fok közé melegedhet a levegő. Katona József Emlékházban az állandó kiállítás része a Nemzeti Drámánk nevezetes színpadi előadásait és az opera változat sikereit bemutató fejezet. Ebben a részben láthatók a Bánócki Péter Úri Szabó által készített bánkbán jelmezek, amelyek 2012-ben kerültek a kiállításba. Bánócki Péter Úri Szabó, magyar kézműves remekdíjas, hazai és külföldi kiállítások résztvevője, a Bánkbán című nemzeti dráma kiemelkedő szereplőinek klasszikus, a magyaros díszviseletet idéző jelmezeit készítette el. A jelmezeket ünnepélyes műsor és ruha bemutató keretében 2012-ben vette át az Emlékház. Bánócki Péter kezemunkájaként elkészült II. Endre magyar király, Gertrudis királyné, Bánkbán és Melinda jelmeze. A jelmezek a 19. századi klasszikus Bánkbán előadások mintáit követik. Az alkotó nagyon szorgalmasan tanulmányozta a korabeli fotókat, ábrázolásokat és a régi jelmezterveket. A díszmagyar jellegű öltözetek minőségi anyagokból, kézműves munkával, hagyományos technikával és nagyon nagy igényességgel készültek. A zsinórozáshoz Tóth János pesti passzományos mester munkáit használta. A több évszázados mesterség egyik legutolsó képviselője még a 21. század elején is a régi technikai megoldásokkal, gépekkel és szakmai fogásokkal dolgozott. Legkeresettebb termékei a vitézkötések, gombolók, díszövek, díszgombok, zsinórok, horgolt rózsák és egyéb díszítő elemek. Bánócki Péter napjaink ritka kivételei a szó legnémesebb értelmében vett kézműves mesterei közé tartozott. Példaértékű, ahogyan a hagyományt, a családi örökséget és a mesterségbeli tudást őrizte és művelte úgy, hogy a modern kornak, a 21. századnak is megfeleljen. Anyagban és munkában egyaránt kerülte a silánságot, csak a legmagasabb szinten tudott dolgozni, munkásságának mottója szerint kézzel, ésszel és szívvel. Példaértékű, ahogyan a mai világban sikeresen bizonyította, hogy a szorgalmas, becsületes, kitartó munka eredményt hoz és értéket teremt. Bánócki Péter kézműves művész volt, de munkássága napjainkban fontos része a magyar történelemről, a nemzeti viseletről, a jelképekről, a hazafias szellemről, az öltözetekről, mint kulturális örökségről szóló ismeretterjesztésnek is. Ezt a célt szolgálja itt az Emlékház állandó kiállításában is. Tiszteletre méltó, hogy csábító ajánlatok ellenére nem ment el külföldre dolgozni, hanem itthon művelte rendkívül nagy szakmai alázattal és elhivatottsággal, és szinte művészi színvonalra emelte a mesterségét. Ezzel az örökség megőrzése, a hagyományápolása mellett a mai magyar nemzeti kultúrát is gyarapította, gazdagította. Ezek a kézműves ruhadarabok ma már nem csak mint az Emlékház kiállításának részei, hanem mint Bánócki Péter hagyatéka is figyelmet érdemelnek. Az alkotó egy évvel ezelőtt, 40-es éveiben járva egy tragikus baleset áldozata lett.
már soha nem tudja megvalósítani azt a felajánlását, amit tett a Katona József Emlékháznak. Szeretett volna elkészíteni egy olyan díszmagyar jellegű öltözetet, amilyet Katona József viselt. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Kiemelő című közéleti magazinunkat látják. Mai adásunkban két izgalmas kiállítást is bemutatunk, amelyek közül az egyik az élettelent teszi élővé számunkra, a másik pedig tisztelgés az élők és főként a hölgyek előtt. Mindezek előtt azonban mai vendégünkkel, Kiszei Ágnes igazgatóval a Ciro Kabáb Színház tavaszi akcióiról és előadásairól beszélgetünk majd. Már is kezdünk. Izgalmas tavasz előtt áll a Ciro Kabáb Színház. Az intézmény nem csak repertoáriában igyekszik a legjavát bemutatni, de a tavaszi kulturális kínálatot történelmi kitekintésekkel is igyekszik fűszerezni. Mindeközben a társulat a társadalmi szerepvállalásról sem feledkezik meg. Mai vendégünk Kiszei Ágnes, a Ciro Kabáb Színház igazgatója, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát január az újrakezdés, január vége az újrakezdésről szólt, mert ugye a téli időszakban ti is leálltatok, és megújult erővel hát nekiálltatok a közönséget becsalogatni februárban, és hát most márciust írunk. Mi vár ránk, mint közönség? Igen, hát hála Istennek nem nagyon kellett csalogatni, mert a nézők, ahogy megnyitottunk január végén, már azonnal ott voltak. Térdelő rajtba voltak? Igen, színházunkban. Február elején már láthatták is új bemutatónkat, az Egy szem, két szem, három szem című előadásunkat, és most pedig a tavaszi fesztivál izgalmas programsorozatával várjuk a családokat. Március 15-e környékén, hát lázban égünk mindannyian. Én úgy gondolom, hogy a Ciro Kabáb Színházban is lesz újdonság a szabadságharccal kapcsolatban. Igen, két előadásunk is lesz, amely Petőfi nevéhez fűződik. Március 15-én lesz látható délután 5 órakor a János Vitéz című előadásunk, amelyre a családokat 8 éves kortól várjuk, tehát 8 éves korú, illetve idősebb gyerekekkel, és az előadás előtt pedig véradásra is sor kerül, ami számunkra nagy öröm, mert tavaly volt első alkalommal véradás a Bábszínházban, és a Vöröskereszt rendkívül örült ennek a lehetőségnek, sőt, azt is megjegyezték, hogy a véradóknak a többsége új véradó volt, amit mindig számon tartanak, tehát ez egy külön öröm a Vöröskereszt számára, és hát bízunk benne, hogy idén is sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel, és aki eljön vért adni, az vendégünk partnerével együtt a János Vitéz előadásunkon. Nálatok mindig valami különleges darabban, megjelenésben gyönyörködhetünk. Mennyiben lesz más ez a János Vitéz, mint az előzőek, vagy akár a filmbeli János Vitéz? Hát igen, azért ez jócskán más lesz, ugyanis már maga a helyszín különleges, egy mosodában játszódik a történet. Hát akkor ez eléggé meredek. Igen, és hát nagyon izgalmas térben és izgalmas eszközökkel, tehát valóban ez egy formabontó előadás lesz, amely azért lehetőséget ad a nézőknek is az aktivitásra, ugyanis az egyik pillanatban majd a nézők is bekapcsolódhatnak a játékba, ezt természetesen nem akarom bővebben elmesélni, illetve még ami a mostani 15-i előadásunkhoz kapcsolódó, hogy minden hozzánk érkező kap egy sorsjegyet, és az előadást követően kisorsolunk egy családi csomagot, amiről szintén többet nem árulhatok el, de
Azt gondolom, hogy ez egy olyan alkalom lesz, amelyre sokáig fognak emlékezni a nézők. Ha túl leszünk a 48-as megemlékezésen, akkor már nyakunkon lesz a tavaszi fesztivál. Nálatok hogyan nyilvánul ez meg? Hogyan kapcsolódtok be ebbe az eseménysorozatba? Igen, hát ahogy tőlünk megszokott, mi elsősorban a családokat várjuk ezen alkalommal is a Bábszínházunkba, viszont egy picit rendhagyó módon, mert most úgy állítottuk össze a programunkat, hogy nem csak a kisgyermekes családokra gondoltunk, hanem azokra is, ahol mondjuk már nagyobb gyerekek vannak, kamaszok vagy fiatal felnőttek. Tehát például az említett János Vitéz előadásra 8 éves kortól várjuk a gyerekeket, illetve a Kisgömböc előadásunkra, amely a Bábszínházi Világnap estéjén kerül műsorra, ott pedig 14 éves kortól várjuk a fiatalokat a szüleikkel együtt. És természetesen azért a 4 éven felülieket is várjuk két előadással. 12-én Danny Bény lesz a vendégünk, egy afrikai mesével, hihetetlenül izgalmas, érdekes hangszerekkel mesél a gyerekeknek, és érdemes hamarabb érkezni hozzánk, mert mindenki elkészítheti a maga kis csörgő hangszerét, és ezeket a kis hangszereket akár az előadás alatt, a zenei részeknél használni is lehet, tehát a gyerekek is bekapcsolódhatnak a zenélésbe. A célközönségetek általában a gyerekek, de lesznek felnőtteknek szóló előadások is? Vagy lesz egyáltalán ebben az etapban? Valamikor? Igen, tehát a tavaszi fesztiválon ugye a Kisgömböc, amit említettem, illetve ehhez még hogy tegyem hozzá, hogy úgy választottuk ki a Bábszínházi Világnapnak az előadását, amely most a fiatal felnőttek és tehát a kamaszok, fiatal felnőttek, felnőtteket szólítja meg, ugyanis ez az előadás a tavalyi 15. Bábszínházi találkozón megnyerte a Bábművész Szövetség külön díját, tehát ez egy igazi unikum lesz majd a kínálatunkban. És természetesen azt követően már nem a tavaszi fesztivál részeként látható lesz majd Barguzin előadásunk, és akkor itt kapcsolódnék vissza a Petőfi 2000-hez, illetve a Petőfi emlékévhez, hiszen ez az előadás ezen alkalomból született meg, egy nagyon izgalmas témát boncolgat. Szintén nem akarom lelőni De egy-két kulisszatitok, elárulhatok? Jó, akkor legyen egy-két kulisszatitok, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen azzal foglalkozik az előadás, azzal a gondolattal játszik el, hogy mi van akkor, hogyha Petőfi nem esett el Segesvárot, hanem elhurcolták őt Szibériába, és ott utódokat nemzett, és tulajdonképpen burját földön ma is élnek olyan, egy olyan népcsoport ma is él Burjátföldön, akik Petőfi Sándor egyenesági leszármazottainak vallják magukat. Tehát tulajdonképpen maga az előadás ezt a teóriát járja körbe. Nagyon izgalmas, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert a Bábszínházunknak ez az első saját felnőtt előadása. Igen. Tehát ez az előadás látható lesz majd márciusban több alkalommal is. Én azon gondolkodtam egyébként, hogy akár elesett, akár elhurcolták, de a versei az olyan lelkesítőek Petőfi életútját végigkísérve, hogy én azt gondolom, hogy páratlanok. Igen, illetve akkor még ehhez hagyd tegyem hozzá, hogy az előadás szövege is rendkívül izgalmas. Fábián Péter rendező jegyzi a darabot magát is, tehát ő írta a darabot. Rengeteg Petőfi versből idézetek, részletek hangzanak el, nagyon izgalmas módon egymásba szőve, és a darab végén egy Turbói Lila színikritikus által vers katedrális hangzik el, tehát ezt a Turbói Lilla fogalmazta meg így, azt a vers özönt, ami a darab végén elhangzik, egy vers katedrális épül fel, és az meg egyszerűen katartikus, tehát egy csodás előadás. A Ciroka Bábszínház a társadalmi szerepvállalásból is kiveszi a részét, nálatok ez hogyan nyilvánul meg? Hát igyekszünk minden olyan területen jelen lenni, ahol szükség van ránk.
vannak alkalomszerű és rendszeres szerepvállalásaink. Rendszeresek közé tartozik például a Bács-Kiskun megyei oktatókórház gyermekosztályának a látogatása, havi alkalommal elmegyünk a helyszínre előadással, illetve kis foglalkozást is tartunk az előadást követően. Gondolom, nagyon hálás közönségre találtok. Igen, igen, és hála Istennek mindig más gyerekekkel találkozunk, mert ekkor mondja az ember azt, hogy remélem legközelebb már nem találkozunk. Tehát, hogy minden gyerek gyorsan hazatér a kórházból, és mindig újabb és újabb arcokat látunk. Mert hogy egy pozitív élménynek az eszközévé válnak, mert aki szerintem mosolyog és nevet, az gyorsabban is gyógyul. Így van, ez így igaz. Igen, illetve most például márciusban az SOS gyerekfaluból is várunk vendégeket, a Biztos Kezdet Gyerekházzal is együttműködünk, az Egyszülős Központtal, illetve hát most ugye a véradás az is egy fontos pillanata annak a sorozatnak, ahol igyekszünk jelen lenni, és a magunk eszközével hozzájárulni ahhoz, amihez éppen kell. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Nagyon jó egészséget kívánok a stábnak, hogy mindenütt jelen legyetek, és minden úgy sikerüljön, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Mi ott leszünk. Megnyílt a Magyar Nő két évszázad női portréi című kiállítás ma délután a Cifra Palotában. A Mádai Norbert magángyűjteményéből összeállított tárlat a 18. század elejétől a reformkor és a szabadságharc időszakán keresztül egészen a dualizmus koráig tartalmaz többek között hölgy, nemesasszony, parasztasszony képmásokat. Ezen kívül a 20. század elejéről és a két világháború közötti időszakból is kerülnek bemutatásra kiemelkedő darabok. A megnyitó házigazdája Szemereiné Pataki Klaudia polgármester volt. A Magyar Nők előtt tiszteleg Mádai Norbert kiállítása. A gyűjtő a Magyar Nők két évszázad női portréi című tárlata tegnap délután nyitotta meg kapuit a Cifra Palotában. Magyar női portrékat látunk a 18., 19. és 20. századból, tulajdonképpen a militáriából való kitekintés vezetett el ide, hiszen akár a 17. századi tököli szabadságharcnak az egyik vezére alakja az Rínyi Ilona, akár a 19. századi 48-as nők Lesbük Mária, Nyári Mari, Teleki Blanka, vagy akár a 20. században az 1956-os Wittner Marik, azok mutatták meg azt, hogy mindig a nők is formálták a Kárpát-medencének az arculatát, ők nevelték a legnagyobb magyarokká és a legnagyobb hadvezéreket később, és úgy gondoltam, hogy végre valahára a 200 éves magyar múzeológia történetében legyen róluk egy kiállítás, mert hogy soha nem volt. Egy évtizednek a munkája volt ez, amíg ezek összejöttek. Van köztük kecskeméti művésztelepi alkotás a századfordulóról. A 18. századi portrék azok nagyon ritkák, azokból szinte már alig lehet találni. Én azt gondolom, hogy minden női portré fontos, mert hogy egyetlen nemesi udvarházunknak, egyetlen palotánknak, egyetlen kastélyunknak nem maradt meg egyetlen szoba belső berendezése se. És az nehéz 50-es, 60-as években ezeket őrizni és eltenni, és a háború alatt ezeket a kitelepítések sodrába elmenteni, én azt gondolom, hogy nem akármilyen feladat volt. Mindig volt Magyarország történetében egy olyan réteg, aki hazafias volt, nemzeti szellemben gondolkodott, úgy nevelte a gyermekeit, és minden cselekedetében a magyar haza iránti elkötelezettsége látszódott. Ilyen volt a 17., a 18., a 19., a 20., és természetesen reméljük, hogy ilyen a 21. század is. A kiállítást dr. Simicsko István országgyűlési képviselő nyitotta meg. A Hungarikum Bizottság tagja azt mondta, ennek a kiállításnak az üzenete kifejezi a kiállító, a Kecskeméti Katona József Múzeum és a gyűjtő Mádai Norbert magyar nők iránti tiszteletét. Ez nagyon fontos ebben a világban, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy manapság egyre kevésbé látjuk a tiszteletet emberi viszonyainkban. Szerintem a tisztelet kultúráját kell ápolnunk, és különösen a hölgyek megbecsülése fel, hiszen ha nincsenek magyar anyák, magyar asszonyok, édesanyák, nagymamák, feleségek, leányok, akkor nincsen magyar nemzet. Ez azt hiszem elég evidens mindenki számára. Tehát nélkülözhetetlenek a hölgyek a férfiak életében. Nyilván mi ezt elmondjuk szerényen a másik oldalról is, hiszen ugyanúgy szükség van férfiakra is, de ez így van megteremtve. Dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója először arról beszélt, hogy barátsággá mélyült szakmai kapcsolata Mádai Norberttel 15 évre tekint vissza. 2008-ban, amikor az Ilyen tavasz csak egy volt életemben című kiállítást hozta a múzeumok elé, akkor hányan érezték meg azt a pillanatot, hogy itt bizony valami nagy dolog történik a múzeumok életében.
Azért történt nagy dolog, mert először történt olyan, hogy egy műgyűjtő a saját anyagát bemutatva rá kellett döbbentse a múzeumnak a szakmai állományát, a múzeumi szakembereket, hogy bizony nagyon sok a magyar történelem számára nagyon fontos történelmi pillanatnak a tárgyi hagyatéka, az bizony igencsak foghíjas a magyar múzeumokban, és ezt a foghíjat nem mással, mint hihetetlen akarással, néha a külső szemlélő számára talán fanatikusnak tűnő lendülettel lehetett pótolni, és pótolja Mádai Norbert a mai napig. A kecskeméti hölgyeket dr. Salasz László köszöntötte, és méltatta Mádai Norbert gyűjteményét, kiállítását. Hiánypótló kiállítás megnyitóján vagyunk, hiszen méltánytalanul keveset foglalkoztunk a magyar nők szerepével, hatásával, hazánkra, életünkre. Ezzel a kiállítással elkezdhetjük törleszteni adósságunkat. A képeket végig csodálva, figyelve az arcokat, a tekinteteket, leperegnek előttünk a magyar történelem viharos évszázadai, melyben néha a háttérben biztos támaszt adva, néha a harctéren fegyvert ragadva végig ott volt a magyar nő. Nagy öröm, hogy Kecskemét egy ilyen egyedülálló tárlattal tiszteleghet leányaink, feleségeink, édesanyáink előtt. Dr. Salasz László beszéde után átadott egy csokor virágot Szemereini Pataki Klaudia polgármesternek nőnap alkalmából, melyet az összes hölgy nevében vett át a városvezetője. A megnyitón beszédet mondott még Batthyány Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület és a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, valamint Albertné Görgei Zsuzsanna, a Magyarok Európában Egyesület elnöke. A rendezvényen közreműködött a Novum Kamara Zenekar és Danyi Judit, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze. A kiállítás április 23-áig tekinthető meg a Cifra Palotában. Megnyílt Öveges László Látszat és Valóság című kiállítás a Kiskunfélegyházán a Hattyúházban tegnap délután. A Pro Architektúra díjas építész fotóművész az általa készített képeken az építészeti absztrakt fotóit és a Balatont jeleníti meg. Nem egyszerű tárgyak, hanem építészeti absztrakt fotók és a Balaton köszönnek vissza a Kiskunfélegyházi Hattyúház falain. Öveges László Látszat és Valóság című kiállítása tegnap délután nyílt meg. A Pro Architektúra díjas építész fotóművész a Kecskeméti Televíziónak elmondta. A fény és a tárgyak viszony egy új világot teremt, ezt nevezi Öveges László képzett társításnak. Ez a fotóművész világa. Az építészet és a fotográfia közvetlen kapcsolatát az arányokban találhatjuk meg. Az egész élet legfontosabb mozgató rugója és szabályozója az arány, a helyes arányok megtalálása. Egy épület, ha arányaiban helyes, akkor már rossz nem lehet, mindegy, hogy rokokó, barokk, vagy román stílusban, vagy modern stílusban épült, az már jó. Így van ez a fotóval is. Egy fotón belül a kép kivágása, a képen belüli szereplők, tárgyak, a képalkotó elemek aránya, ez a leglényegesebb. Itt az elsődleges kapcsolat az építészet és a fotográfia között. Nem tagadom, hogy közel áll hozzám a fekete-fehér fotográfia is, hiszen a fekete-fehér az önmagában egy absztrakció. A világ egyfajta kivonata, eltűnik belőle a szín. Én azonban szeretem a színeket, még egy lehetőséget, még egy kifejezési módot adnak a kép készítésekor ahhoz, hogy azt, amit én szeretnék mutatni, azt, amit látok és amit szeretnék mutatni, azt egy színnel hogy tudom tovább gazdagítani. Öveges László azt szeretné megmutatni, hogy a fotográfia, mint minden képalkotó, a látható világot hogyan rendezi új rendszerbe, feszíti a kétdimenziós képsíkjába. Ez minden képalkotó művészet megközelítési módja. Ilyen értelemben a festészet, a fotográfia, a grafika kéz a kézben jár. A Balatonnal és az építészettel nyilván én azt tudom kifejezni, hogy ez a két világ nagyon közel áll hozzám. Az építészet eléggé magától értetődően, de aki járt a Balatonon, az pontosan tudja, hogy az is magától értetődő, hisz olyan gyönyörű, olyan különleges világ, olyan hangulat a Balaton, amely nem csak engem, hanem minden látogatót megérint ott.
Öveges Lászlónak, Kecskemét főépítészének kiállítása április 14-ig tekinthető meg Kiskunfélegyházán a Hattyúházban nyitva tartási időben. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Nem maradhat el a felelősségre vonás. Így reagált dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő azon hírre, miszerint a kecsapott baloldali alapítványok egész sora, köztük a Soros Györgyhöz kötődő Nyílt Társadalom Alapítvány is finanszíroz a háttérből. Dr. Salasz László országgyűlési képviselő pedig azt mondta, sem függetlennek, sem objektívnek nem tekinthető ez a baloldali médium. Gazda Fórumra és egy új burgonyatároló hűtőház átadására várták ma délután a Helvécia környéki termelőket. Hamarosan folytatódik a Széktói stadion felújítása, erről nyilatkozott a Kecskeméti Televíziónak dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője. Megnyílt a Mádai Norbert magángyűjteményéből összeállított a Magyar Nő 2 évszázad női portréi című kiállítás tegnap délután a Cifra palotában. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!